Szép napot kívánok mindenkinek, ez itt a magnaton Spotlight. Ma két nagyon-nagyon érdekes emberrel fog beszélgetni, Pásztor László és Jós István, akik a Magnauton 28 éves történetében olyan előadókat fedeztek fel, mint például a zambodzsi Zséda, vagy éppen a Magna Cum Laude. Ö, Hát először is arra lennék kíváncsi, hogy hogyan találkoztatok ti, és hogyan jött létre ez az egész kiadó. Ha jól emlékszem, akkor 1980-ban. Amikor a Neoton-família már kezdett egy kicsit Japán felé nyitni, akkor forgattuk a Santa Maria angol nyelvű klipjét, és a Püstivel ott találkoztunk először, ahol is a táncosnő párjával táncoltak a videónkba. És mindenkit szétvert pingpongba. Ez, ez tényleg így volt? Tehát zseni Vígy volt nem Én nem 80, én nem 80 -ra emlékszem, picit későbbre emlékszem, 82 körül. Uh -huh. De hát ez a két év igazán ilyen távlatokban nem számít és valóban ott találkoztunk, és nagyon jóba lettünk. Uh -huh. Hát nem azért, mert megvertem őket pingpongba, de az mindenképpen az csodaszámba ment, mert például a szegény Jakab Gyurinak 19 fordattam, és nem hitte el, hogy nem fog tudni két poént csinálni. És nem sikerült neki. Ez a pingpong szeretet és profizmus azóta is megvan, vagy azóta már inkább más vizekre vesztél? Hát régen én, én tulajdonképpen hivatásos pingpongozó uh -huh. voltam, tehát nekem nem volt nehéz jól játszani, sőt, kötelező volt. Nagyon-nagyon ritkán játszom inkább teniszezem, de visszatérve a kérdésre, tehát a 82 körül valóban itt találkoztunk először a Lacival. Uh -huh. És aztán 1990-ben ugye meg is alakult a Magnauton. Hogyan jutottatok el odáig, hogy akkor egy, egy saját zenei kiadót közösen alapítsatok? Még volt közepén egy, van, egy, van, egy van fontos egy rész. nagyon fontos. Intermedzó van. Uh -huh. Az, hogy a mi túlnéztünk a Valatonon, és jó, úr, más néven Pisti, invitált nagyon, hogy menjek el, és nézzem meg a partnerével, Zoltán Erikával, hogy a, azt hiszem Tündének hívták akkor éppen. Capri. Ugye? Há, akkor Kapri volt, de korábban tünde. Így van, így van. A Siófokon, abba azon a szórakozó helyen léptek föl éjszaka. És akkor elmentem, és ö, megnéztem a műsort, ami vicces volt, de egyébként jó és másnap találkoztunk a strandon, és mondja, hogy na, hát ugye mi akkor már menni a zenekar voltunk, és itt a, 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 partnernő Zoltán Erika énekesnő szeretett volna lenni. És mondtam, igen, hát a, tetszik a csaj, de nem biztos, hogy duett kellene, te inkább És mi történt? Nem így mondtad, hanem úgy mondtad, mert azért az ember ilyen de, a mondatokat azért meggyel, bocsánat, bocsánat, direkt, direkt kicsit fényeztem magam, hogy nem voltam olyan kemény azt mondta, hogy figyelj ide, neked úgy a cipőidet, táncos cipőidet le kéne dobni, egy aktatáskát megfogni, és jobban mutatnál, mint menedzser, mint ügyintéző, mint uh -huh. a duett partner az Erikának. Ez érdekel téged? Na most én menő táncos voltam, tehát ezt a döntést meghozni azért nem volt semmi. De jól döntött, neki volt igaza mégis, ez történt. Na, és így kezdődött az Zoltán Erika karrierje, ahol én lettem a producer, és Pisti lett a a menedzser, és hát azt hiszem, hogy elég jól működtünk. Persze, kinehagyjuk bele a Jakab Gyurit és a Lakatos Gábor, sőt, 60 mert ez volt a teljes tím, ahogy összeálltunk háttérmunkába az Erikához, és hát azt hiszem, hogy elég szép karriert sikerült neki összeállítani. Uh -huh. És Pisti, most mondtad, hogy jól döntöttél azzal, hogy inkább menedzser lettél, de azért mégiscsak. Mi, mi, volt akkor a fejedben? Tehát azért itt biztos ego kérdés lehet csinálni abból, hogy és valaki azt mondja nekem, hogy én menedzser legyek, de én ugyanakkor hiszek magamban. Tehát, hogy így mi, mi, volt akkor a fejedben, amikor döntöttél, hogy akkor tényleg inkább én a háttérbe vonulok kvázi? Hát azért nagyjából én tudom, hogy egy táncosnak milyen lehetőségei vannak, uh -huh. akár Magyarországon, akár a világon, és tudom, hogy körülbelül akár korhatában, meg hát azért 165 cm magas fazon vagyok, voltam, tehát nem változott tulajdonképpen uh -huh. nagyon semmit. Na most mi lehet? El lehet bóckodni egy pár évig, de igazán nagy perspektíva nem volt benne. Ez tulajdonképpen egy zicser volt, egy szansz volt. És annyira vonzott a showbiznisz világa, hogy ilyenkor áldozatokat kell hozni. Uh -huh. Azt gondoltam, hogy egy ilyen partnerrel, mint a Pásztor Jakab 60-i felajánlják egy együttműködési lehetőséget, ezzel nem élni. Ez akkora szám volt abban az időben, hogy, hogy ezt, ez itt tényleg megtiszteltetés volt. Tehát én örömmel. Vétek lett volna Örömmel fogtam meg a diplomata uh -huh. Na és akkor bocsáss meg, akkor, mert ugye ez volt az intermedzó, és uh, ugye akkor Erdős Péternek volt egy hanglemezgyár melléküzemága, az Pro Manager iroda, és az Erika is oda szerződött, és tulajdonképpen az volt a, a megállapodás, hogy mi csináljuk a munka érdemi részét, és a Péter pedig adja a financiális hátteret hozzá. És uh, Közben voltak egyet értések Péter és közöttünk nyilvánvalóan. A legnagyobb egyet nem az volt, amikor egy videó, elkészült videónak a finanszírozásában nem tudtunk megegyezni, és akkor dölt el véglegesen, hogy mi szeretnénk külön útra uh -huh. lépni. Amikor össze megkerestük a hanglemez gyárat, ami akkor még szinte egyedülállóan működött a piacon, ahol is nagyon kellemes elutasításra találtunk, nem kell nekünk itt külön és miket sem, maradjunk csak a fenekünkön és akkor eldöntöttük, hogy megpróbálunk más partnert szerezni, és sikerült egy kis szövetkezetet, mint később kiderült, hibásan megtalálni, és a kis szövetkezettel közösen megalakítottuk jó néhányan a Magna aztán 1993-ban a Magnaton felvásárolta egy nagy multicég, egy, egy világhírű multicég, a Warner Music. Uh, hogyan jött ez a, ez a megkeresés a Warner Warner től hogy ő most megvásárolna, Vagy hogyan történt ez abban Akkoribban. az Akkoriban. Azért, mert visszatérnénk csak az előző gondolatra, minket kirúgtak tulajdonképpen a hungárotomból, tehát a Laci annyira finoman fogalmaz, még nem kellene, tudnék, mi semmi mást nem szerettünk volna, egy kis menedzsmenti irodát csinálni, több új produkcióval, és ezt felkínáltuk, hogy ne csak Neuton és Zoltán Erika legyen, hanem lesznek öt uh -huh. És ezt nem ment át, és kirúgtak. És a vörös marti téren álltunk, mint két kirúgott ember, és uh -huh. mondta, mondta Laci, hogy Pisti, van kedve csinálni? hát nem van. Azt csináljunk akkor egy KFT-t. És akkor itt menjünk szépen tovább, mert uh -huh. ez a teljes hiteles csomagolása a dolognak. Uh -huh. Na és a következő kérdés, ugye, <coughs> elnézést a Borneműzik, tehát Akkoriban Kelet-Európában olyan politikai és gazdasági változások voltak, és a, az állami monopóliumok megszűnőben voltak, és mint új piac lehetőség felmerült a major kiadók számára, hogy érdemes itt szétnézni, és Magyarország eléggé élen járt a változásokban, tehát uh -huh. hamarosan megjelentek itt egyik a másik után. Az IMI először a hungarotont akarta felvásárolni, azt szerencsésen megakadályozták, aztán sokkal rosszabb feltételekkel továbbadták, és akkor jött a nem meg a Universal. Először minket a Universal keresett meg egy közvetítőn keresztül, amikor is elindultunk egy tárgyalásra, hogy most beszéljünk a universal akkor, amikor mondta a közvetítő, amikor utána hogy ura, most elnézést kérek, ez egy warner megbeszélés. útközben út változott a partner, és ott ült három nemzetközi dörzsölt jogász, meg gazdasági szakember, meg zeneipari szakember, és elkezdtünk beszélgetni. És mondták, hogy nekik nagyon szimpatikus az, hogy akkoriban a mahasz az első ötből négy a mi kiadványunk volt. Uh -huh. Ez nekik kifejezetten szimpatikus, és hogy hajlandóak lennénk-e a tulajdon száz százalékban eladni. Hát először még úgy húztuk, nem, száz százalékban nem, maradjon üzletrészünk, nem, nincs száz százalék vagy semmi. Uh -huh. Na most mondtuk, hogy jó, hát akkor legyen száz százalék. És, és hát mit adnának érte? És mondtak egy összeget. Mondtuk, hát az ember, nekünk nekünk ezen gondolkodnunk kell. És megbeszéltünk másnap egy találkozót. Másnap találkoztunk, és mondtuk az ő általuk között összegnek a dupláját. Mire mondták, hogy jó? Miért nem hmm. mondtuk a négyszeresét? Azóta is bánjuk. Azóta is bánjuk, mert nem jártunk rosszul, de lehet, hogy járhatunk. Jobban, a... is. jobban is. És milyen volt alapvetően utána a Warner színeibe uh, dolgozni, működni? Hát, szerintem közje ezt most a Pisti, mert az ő, ő, ő többet volt az irodában, én nagyon sokat voltam abban az időben és a stúdióban, uh -huh. és a, a Florian téren a, a leginkább autó kipufogó gázzal ellátott helyen, ahol a, elindul a híd felé, a felüljáró, ott volt az irodánk tártablakokkal, úgyhogy szívtuk keményen, és hát onnan, onnan indult el a Warner Music hungary a karrierje. Minden másképp volt valójában, mert másképp gondoltuk, hogy ezt hogy kell csinálni, és ahogy a Warner a képbe lépett, akkor kiderült, hogy mi tulajdonképpen mindent rosszul csináltunk, vagy legalábbis másképp csináltunk. Szerencsénk is volt, annyira akartuk, és annyira a csillagok állása nekünk kedvezett, hogy minden sikerült, amihez nyúltunk, uh -huh. és amikor a Warner bevezetett tulajdonképpen a valódi hangfelvétel, hanglemezkiadásba, úgy tetszik, hogy ezt hogy kell csinálni, milyen tervezéssel, milyen infrastruktúrával, akkor ugye ez rémisztő volt, mert pillanat alatt mindenkinek felborította az életét. Tehát, hogy, hogy milyen szabályok vannak, milyen rendszerezésben kell ezt végezni. Sokszor le is hülyeztük őket, hogy ez, ez, ez itt minden más, Magyarország, ez nem így, itt Magyarország más. Hosszabb távon be kell látnunk, hogy rengeteget tanultunk, Ö, ők ezt nagyon tudják, és csak hálásak lehetünk azért, hogy pénzt fizettek azért, amit tulajdonképpen jól megtanítottak nekünk. Uh -huh. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy a Warner, ahogy belépett, onnantól kezdtünk profivá válni. Előtte mindenféle szerencsének és azért nyilván attitűd hozzáállásnak, köszönhetően lettünk ilyen sikeresek. 2004-ben viszont megint van egy fordulópont, mert akkor a Magnaton kivált a Warnerből. Milyen volt utána a piacra lenni újra, kvázi mondom, kis cégként, tehát nem egy nagy multiba benne lenni? Ennek az volt a háttere, hogy a, a Warner tulajdonost váltott, és egy orosz milliárdos vette meg, akinek első dolga volt, hogy meghívott 20 nyakkendős, fekete nyakkendős Boston Consultingos pasast, akik megmondták, hogy a kis piacokon nem érdemes a helyi zenével foglalkozni, és szomorúan mondta az akkori főnökünk, a kelet-európai Volner elnök, hogy hát sajnos az a helyzet, hogy a magyar repertoárral most már nem kell foglalkozni, és mondtuk, hogy az hülyeség, az, hogy még szívesen foglalkoznánk vele. Mondta, jó, hát akkor legyen az, hogy csinálunk egy céget hozzá, és akkor... Eljöttünk a warner -től. tulajdonképpen összevágott a Warner terveivel, mert ezáltal nyilván csökkenteni akarták a jelenlétet Magyarországon, megcsináltuk az akkor Emtonnak nevezetett KFT-t a Auto márkanévvel, és nagyon-nagyon-nagyon kedvező körül körülmények között sikerült visszavásárolnunk a saját repertoárunkat. Szóval így indult el, és hát tulajdonképpen az elején nagyon nehéz volt, mert ha bár tényleg nagyon méltányos volt a vonner, mert mi is nagyon lojálisak voltunk vele végig, tehát tulajdonképpen egy csökkenő rojáti fizetéssel tudtuk megoldani a repertoár megvásárlását, és az nagyon kedvező volt, mert igazság szerint induló tőként jelentős nem volt. Uh -huh akkor tulajdonképpen jól jártatok, kvázi ingyen tanultatok, amit mondtál, és utána jól sikerült a kiválás. Nem, is. nem jól mondod, nem ingyen tanultunk, fizettek nekünk azért, hogy <laughs> még jobb igen. igen. <laughs> nagy gödrök voltak egyébként az mm. elején, amikor megkaptuk, nagyon boldogok voltunk, hogy megkaptuk ezt a magyar repertuárt, és csak hát utána nem volt semmilyen támogatás, nekünk kellett mindent finanszírozni, fizetni, és hát volt fizetési kötelezettségünk nyilván a borner felé. Tehát maradjunk annyiba, hogy nagyon kellett hinni abban, hogy ezt mi akarjuk csinálni. Nagyon sok csábítás egyébként mindenki részére volt különböző helyre, akár kiadó, akár más területre. És azt gondolom, hogy fontos volt, hogy a tulajdonosok úgy döntsenek, hogy itt nyereség, az nincs. Uh -huh. És ha esetleg nincs semmi fizetés, mármint a vezetőség, akkor nincs. Vagy csináljuk, vagy vége. És hát kijöttünk a gödörből. A Magna a repertoáriába, kik azok az előadók, művészek, akikre a legbüszkébbek vagytok, akár ti fedeztétek fel, akár becsatlakoztak? Tehát kik azok, akiket. Fú, ez nagyon nehéz, mert mindig le van ez írva, és az a bajom, hogy minden év, minden korszaknak megvannak a, a maga nagyjai és ugye hiába szaladunk vissza, és mindig elkezdjük Zámbó Jimmy filmságerek magyarul, uh -huh. én azt gondolom, hogy, hogy nem emelnénk igazán senkit ki, hát közel 20 ezer hangfelvételünk van, van közel 1500 videoklip. Én azt gondolom, hogy inkább azt az időszakot kell dicsérni, azt a 28 évet, hogy töretlenül, tehát a Magneton 28 éve itt van a pályán, ilyen sok előadó és zenekar, Tudott megjelenni nálunk, és a, tényleg a slágerlisták elején e, e, tisztelhetünk bele nagyon-nagyon sokat. E, inkább azt mondom, hogy mit változott a szakma. Tehát, hogy a, akkor egy előadó és ma egy előadó között micsoda differencia van, és micsoda differencia van a kiadó fogalmáról akkor és ma. Tehát e, akkor a kiadó, ha úgy tetszik, finanszírozott koncerteket is. Azért, hogy promotálja uh -huh. az előadót. Tehát a lemezeladás az olyan magas volt, hogy belefért, hogy támogassunk fellépéseket, hogy szélesebb körben ismerjék meg az országban. Tehát turnékat szerveztünk, ha úgy tetszik. És azért mondom, hogy másképp kell értékelni azt az időszakot, és másképp voltak rászorulva az előadók egy, egy kiadóra, mint ma. Tehát ma teljesen más a felállása, a kiadók kisebb részt hasítanak ki a showbizniszből átalakult az egész piac. Tehát azt gondolom, hogy a, a, a sikert azért nyilvánvaló, azt nem kell másképp értelmezni, viszont másképp áll össze a siker. Tehát nem azonos a, a dolog, ha jól gondolom. Ho, tartozik az is, hogy ez alatt a 28 év alatt végigéltük a, a formátumoknak a teljes vál megváltozását. Ugye úgy kezdtük el, hogy mi a hungárotontól eljöttünk, akkor még a vinillemez volt a divat, mi már kazettákat adtunk ki, azt hiszem, a működésünk második évében jelentünk meg először CD-vel, aztán azt hosszú ideig csináltuk, és aztán most alatt tartunk, hogy nagyon kevés CD-t forgalmazunk, mert a stream és a letöltés az, az, az visz mindent. Akkor a technika fejlődése is beleszól abba tulajdonképpen, hogy egy előadó sikeres lesz-e, vagy nem, vagy eljut emberekhez, vagy nem. Tehát annyit változott ez idő alatt, hogy ez is közbeszólhat. Változott, igen, de én azt gondolom, hogy azért előbb-utóbb rájönnek az előadók, hogy azért szakemberek kellenek mm. ahhoz, hogy valaki befusson. Tehát van lehetősége mindenkinek arra, hogy megfogja a dalát, a videóklipjét, és a lehetősége a, a platformokra szépen elhelyezze, és akkor mi van? Persze. Akkor föl fognak menni, és meg fogják őt keresni, tehát ugyanúgy fel mm -hmm. kell építeni, ugyanúgy kell, hogy üzenete legyen, ugyanúgy kell, hogy kezeljék az ő. Ugye mi mit adunk el hangulatokat? és személyiségeket és egyéniségeket. Ha ezt nem tudjuk kialakítani, akkor csak egy hangfelvétel lesz, vagy és egy elveszik. képfelvétel, és az semmi. Uh -huh. Tehát igenis azt gondolom, hogy lehet, hogy a kiadónak más a szerepe, vagy más a funkciója. Egy kiadó, vagy egy kicsit menedzsment lett, aki kezeli azért az előadókat és azokat az értékeket, amit mi hangfelvételnek gondolunk. Sok példát tudnánk mondani arra, szerintünk melyik előadó köszöneti a sikerét annak, hogy hozzánk szerződött. De nem mennénk ebbe bele, inkább azt mondjuk, hogy mi megtanultuk azt, hogy a stúdióban is már eldől egy dalnak a sorsa. Tehát amikor a marketingről kezdenek beszélni, hú, ha lenne sok pénzem, és akkor itt milliós klippek lennének, és tele lenne óriás plakáttal az ország, aki mekkora sztár lennék. Nem, az már a hangfelvétel stúdióban eldől, hogy abból lehet valami vagy sem. Csak ez hosszú uh -huh. idő kell. Csak annyit akartam hozzáfőzni, hogy olyan szempontból is nagyon megváltozott az egész, hogy a Warnernél például kifejezetten egy album központú kiadóval ismerkedtünk meg, uh -huh. és ez a Warner, ahol büszkén mondták, hogy ők nem a szingalerekre helyezik a hangsúlyt, hanem az albumokra, ez a Warner olyan mértékben megváltozott, ahogy mi is kénten kellett nem változunk, nem albumokba gondolkodunk, hanem egyes számokba, egyes dalokba, amik, hogyha nagyon sok van belőle egy-egy előadvon, akkor talán össze lehet állítani belőle egy albumot. 30 éve vagytok barátok és üzlettársak egyaránt, voltak esetleg nehézségek, azért az nagyon, nagyon sok idő, mind barátságban, mind üzletben is, voltak nehézségek, nézeteltérések, vagy épp, hogy nagyon nagy közös sikerek, amikre itt szívesen visszaemlékeztek? Maradjunk az utóbbinál, az, arra nagyon szívesen, <laughs> nagyon szívesen emlékszünk, és, akárhogy idézem, közös nehézségeken kívül személyes nehézségeink bár ilyen minimális mértékben voltak, mert nyilván nem tudunk mindig mindenbe egyetérteni, de még csak nem is veszekedtünk, nem hogy össze nem az elmúlt évek alatt. Azt kell mondjam, hogy még olyan nagyon-nagyon-nagyon jelentős vitánk se volt nem volt olyan, amit haza kellett vinni, kialudni és másnap folytatni a megbeszélést. Ott, ha valami probléma volt, öt percen elintéztük, és megegyeztünk benne. Soha nem álltunk, nem csaptuk egymásra az ajtót. Nem, nem és viszont. pedig baromira különböző emberek vagyunk egyébként, szóval rettenetesen. A Laci rendkívül higgadt, tehát én azért hogy hevesebb vagyok, én mindenben jobban beleugrom, én egy ilyen emocionálisabbnak érzem magam, és mindig szépen, hogy visszahúz, vissza. Vár. Pici. Nem értem pontosan. Tulajdonképpen ez mindig kell ez a visszahúzás, de azért úgy eng tehát, hogy engedlek, de visszahúzlak. Rendben vagyunk. Ez jó, jó kiegészítitek egymástól. Jó, Én is így gondolom. Uh -huh. Hogyha ti kaptok egy demót, azért rengeteget kaptok, akkor mi az, amit figyeltek benne? Most itt beszéltük, hogy mitől lehet sikeres egy produkció, mitől nem, amit az előbb mondta, egy a kiplakátolás például nagyon tetszett nekem. Mit kerestek egy, egy dalban, egy demóban? Hogyha egy kezdő előadó megkeresi a magnautont, vagy éppen a magnauton karol fel valakit, akkor, akkor mi az, amit kerestek? Kezdte, Laci? mit, keres? mit keresel? Én, ah. én a dalt és az előadót keresem benne, mert a, egy rosszabb dalból egy jó előadó tud valamilyen sikert csinálni, és egy rosszabb előadó egy jó dalból esetleg tud valamilyen sikert csinálni, de azért a legjobb az, hogyha egy jó előadó egy jó dallal jelentkezik. És akkor már csak a körítést kell hozzá kitalálni. De ez nagyon nehéz, mert főleg itt a, ez, a, ez a szám alapú, tehát hogy egyes számokat adunk ki, rengeteg mindent jelentetünk meg, és az igazság, hogy a jelen pillanatban túl kínálat van az énekesekből, de alul kínálat van a nagyon jó énekesekből. Uh -huh. Itt Magyarországon. Pisti, te mit gondolsz erről a helyzetről? Más gondolok most, és mást gondoltam ezelőtt mondjuk 20-30 évvel ezelőtt. 20-30 évvel ezelőtt hallottam egy dalt, és így szépen így át szaladt így a lelkemen, és így felborzolt, akkor úgy hogy azt mondta, ebből lehet valami, ezt meg kell tartani, ezt az érzést, ennél köszönöm, semmi nincs, de most már nagyon-nagyon fontos, hogy a piaci körülményekhez alkalmazkodjunk. Tehát, hogy én mi az, amit szeretek, mi az, ami engem megmozgat, vagy mi az, amit a piacra lehet helyezni, ez már teljesen más szempont. Régen nem kellett annyira a BPM-ekkel foglalkozni, nem kellett annyira a hangszínekkel foglalkozni, nem kellett különböző rádiós csatornáknak az igényeit megfejteni, hanem egyszerűen, ami tetszett és jó volt, azt odaadtuk az országnak, és el lehetett adni. Most olyan filtereken megy át egy dal, ha úgy tetszik, amíg siker lesz, és semmi baj az előadónak, semmi baj a dalnak, és mégsem lesz belőle a világon semmi. Tehát a piaci körülmények megváltoztatták, az, nem az ízlésvilágunkat, a lehetőségeinket. És a, ugye annak idején, még azt Szörényi Levente mondta, mielőtt kikerültek Londonba, hogy összemérjük a gitárunkat az angolokkal, és mindenki várta, hogy amikor kinyílik a határ, akkor milyen jó lesz, mert akkor lerohanjuk a világot úgy, mint korábban a szocialista országokat, és nem, a világ rohant le minket. Ez, ez azt, azt értem, hogy a, főleg amióta az internetes korszak be, megindult, olyan mértékű túlkínálat van zenéből, hogy az az, a, az egyéb körülmények mellett tovább nehezíti azt, hogy egy előadó megfelelő formába eljusson a közönséghez. Mit gondoltok a Magnautónak a jelenlegi helyzetéről, illetve mi, mi, miket látok a jövőben, mondjuk akár beszéljünk egy tíz éves tervről, öt-tíz éves tervről, szerintetek miben fog változni még jobban a piac, vagy, vagy mik a tervek itt kiadói szinten? Ez az azért nagyon nehéz kérdés, mert ha tíz évvel ezelőtt megkérdezted volna, hogy lesz-e CD Magyarországon nagy mértékben, akkor azt mondta, hogy hát persze, és, és, nem lett. Vagy ha azt mondtam volna, hogy a, a kazetta nem lesz örök érvényű, vagy akár a, a még azt megezven. Vagy, vagy hogy nem a letöltés lesz az első, első számú zenefogyasztási mód mostanában, hanem már kifejezetten a stream. Ezt se tudtuk előre. Én megmondom őszintén, hogy lehet, hogy szégyelni kell magam érte, de nem tudok tíz évre előre tervezni, mert fogalmunk nincs hova, hogyan alakul a világ, a zenei világ és ennek a háttér ipara. Én annyiban ö, csatlakoznék, vagy egészíteném ki a lacit, hogy tartalom az viszont kell. De teljesen mindegy, hogy milyen formátumról beszélünk, és milyen szolgáltatók ö, szállnak be az iparágba, a zeneiparágba, Tartalom az kell. Jó dalok kellenek, jó előadók kellenek, aztán majd valamit meghallgatják, letöltik. Valami lesz. Hát én nagyon sok sikeres évet kívánok a Magneotonnak továbbra is. Nagyon örülök, hogy én is egyébként itt ebben a kiadóban vagyok, és itt adom ki a dalaimat. Nektek pedig köszönjük szépen, hogy megnéztétek ezt a beszélgetést. Szerintem nagyon hasznos volt. Ha vannak demóitok, akkor küldjetek el. De jók legyenek. Szevasztok! <laughs>